új bölcsőde Kölcsén. A közel 390 millió forintból épült intézményben 24 férőhelyet tud biztosítani az önkormányzat. Folyamatosan javuló idős gondozás, gőztisztítógépek beszerzése után a Rakamazi idősek otthonának lapos tetős szerkezetét szeretnék lecserélni. Figyeljünk az egészségünkre, rendszeres szűréssel megelőzhető a méhnyakrák. Bölcsődét adtak át Kölcsén. A határmenti településen eddig nem volt ilyen szolgáltatás. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A fejlesztéssel egy két csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsőde épült meg, 400 négyzetméteres játszóudvarral. A beruházás 390 millió forintba került. Az átadáson elhangzott, a vármegyében 2010 előtt alig több mint 1100 bölcsődei férőhely működött, 2024-ben pedig már 3480 bölcsődei ellátást nyújtó férőhely áll rendelkezésre. Szalagot vágtak Kölcsén, a határmenti településen egy új, 24 férőhelyes bölcsödét adtak át. A fejlesztés azért is fontos, mert a községben korábban nem volt ilyen szolgáltatás. Az ünnepségen a település polgármestere azt mondta, az önkormányzat egyik elsődleges célja, hogy csökkentse az elvándorlás mértékét. Minden erővel azon dolgozni, hogy itt tartsuk a fiataljainkat, szüljenek itt az édesanyák, és maradjanak itt a kisgyermekes családok. Emiatt van Kölcsében a mai napig anyasági támogatás, első ingatlan megvásárlásához kapcsolódó támogatás, tanyagondokságunkkal segítjük a település nehezebb sorsú lakóit, van óvodánk, van iskolánk, a környező vállalkozók várják a munkaerőt, egyre közelebb kerül hozzánk az autópálya, és elmondhatjuk, hogy most már van egy bölcsődénk is, amivel biztosítani tudjuk 24 gyermek felügyeletét, nevelését, fejlesztését, amíg a szüleik ellátják napi feladataikat, egyben biztos jövedelmet tudunk biztosítani a leendő munkavállalóink családjainak. Az átadáson elhangzott, a járásban korábban közel 20 kilométeres távolságban volt elérhető bölcsödei szolgáltatás. 2010 előtt ebben a járásban csak Fehérgyarmaton volt bölcsőde, és a kisvárosok kiváltsága volt, hogy a ott lakó édesanyák el tudják vinni a bölcsődébe. Én visszaemlékszem, akkor polgármester voltam Gyarmaton, hogy hosszú sorok álltak, és különböző telefonok érkeztek, hogy de szeretnék, hogyha gyarmati bölcsődébe járna az éppen Fehérgyarmaton dolgozó családoknak a gyermekei, és most mi azt mondta a polgári kormány, hogy igenis a kisebb falvakban is épüljenek bölcsödék, és én nagy örömmel tudok önöknek beszámolni, hogy a választókerületemben több mint 10 bölcsődének az átadása történt meg, vagy történni fog a közeljövőben. És nagyon hasonló egyébként az előzőhöz. Igen. A bölcsöde átadásán részt vett Vitályos Eszter államtitkár, aki elmondta, 2010 előtt a vármegyében 20 településen 1139 bölcsödei férőhely működött. Idén már 88 településen 3480 bölcsödei ellátást nyújtó férőhely áll rendelkezésre. 2023-ban már nem volt Magyarországon olyan járás, ahol ne lett volna elérhető bölcsödei ellátás. Azon dolgozunk, hogy még 10 000 körüli számmal növeljük Magyarországon a bölcsödei férőhelyek számát, amelyek 2010-ben 32 000-re értek el, 2024 januárjában már 64 000-nél tartunk. Tehát az elmúlt 13 évben a duplájára nőtt a bölcsödei férőhelyek száma. A közel 390 millió forintos támogatásból épült két csoportszobás bölcsödében 24 férőhelyet tudnak biztosítani a 3 év alatti gyermekeknek. Az intézményhez 400 négyzetméteres játszóudvar is tartozik. Hogyan hívnak tégedet?
Péntekre Záhonyba hívják tüntetni a magyar gazdákat. Az Európai Bizottság előterjesztése szerint újabb egy évvel meghosszabbítanák az ukrán élelmiszerek korlátozás nélküli behozatalát az Unióban. Ez ellen tiltakoznak a hazai gazdák. A tüntetést a Magyar Gazdakörök és Gazdaszervezetek Szövetség szervezi. A tervek szerint pénteken a Záhonyi határátkelőnél traktoros felvonulással demonstrálnak majd az ukrán terménydömping ellen a magyar gazdák. Teltházzal működik a 47 férőhelyes rakamazi idősek otthona. Az itt élők egészségének megőrzését is szolgálják majd a nemrég beszerzett ipari gőztisztítógépek. A közel 1,5 millió forintos forrást a Magyar Falu program biztosította. Hamarosan pedig a tetőszerkezetet szeretnék felújítani, részben pedig lecserélni. 2010-ben költözött a rakamazi idősek otthona ebbe a felújított 35 szobás, 47 férőhelyes épületbe. Itt a reggeli után torna, különböző foglalkozások, majd ebéd, csendes pihenő és délutáni zenehallgatás, valamint foglalkozások várják a még aktív időseket. 13 gondozó látja el őket és 2 takarító. Utóbbiak munkáját mostantól új eszközök könnyítik meg. A gépek nélkül is pontosan, precízen végezték a munkájukat, de ezek a gépek nagyban meg fogják könnyíteni a dolgozók munkáját, főleg a takarító nőkét, mert ezek ipari teljesítményű gépek, gőz felhasználásával működnek, vagy szermentesen, és csempetisztításra, ablaktisztításra, kárpittisztításra pályáztunk és nyertünk takarítógépeket, és alig várjuk már, hogy használatba vegyük őket. A gőztisztító gépek beszerzésére a falusi civil alap biztosította a szükséges 1,4 millió forintos forrást. De az önkormányzat is rendszeresen úgy tervezi meg költségvetését, hogyha szükséges, legyen miből fejleszteni. A Rakamazváros önkormányzata a költségvetésében mindig kiemelt figyelmet fordít, és külön fejezetten biztosít forrást az idősek otthonára, illetőleg az intézmény keretében még ellátandó más szociális feladatokra is. Tehát ez nekünk az oktatás nevelés mellett a másik kiemelt területe az önkormányzatnak. Bármennyi kívánság van, azt megpróbáljuk teljesíteni, illetőleg ami tervezhető, azt tervezzük. Az idős otthonnak a kistérségi szerepvállalása is nagy, hiszen nem csak rakamaziak élnek itt, érkeznek idősek a környező településekről, Tímáról, Szabolcsról és Tiszanagyfaluról is. Jelenleg teltházzal működik az intézmény, a visszajelzések alapján jó ellátási színvonallal. A rakamazi idős otthonnak jó híre van. Egyébként is a gondozás politikában az a célunk, hogy akik ide kerülnek életkoruknál, egészségi állapotuknál, mentális állapotuknál fogva, azok a legmegfelelőbb ellátást kapják. Ennek az idős otthonnak is 2 célja lehet csak szerintem, az, hogy szakmailag megfelelő ellátást, gondozást adjanak, és emberileg is hivatásként, hivatás tudattal rendelkező szociális gondozók végezzék itt a munkát. Ehhez pedig elengedhetetlen a folyamatos fejlesztés. A következő lépés az épület korszerűsítése lesz. Alapos tetős részt szeretnék lecserélni könnyű szerkezetesre. Később pedig a kertet fejlesztenék, és szeretnének demensbarát környezetet kialakítani. Kerékpárost gázoltak szombat délután Nyíregyházán a Korányi Frigyes utcán. A biciklis megállás nélkül hajtott a zebrára fülhallgatóval a fején, amire a belváros felé közlekedő személyautó sofőrje már nem tudott időben reagálni, így megtörtént a baleset. Az elgázolt nőt a mentőkórházba szállították, a rendőrség vizsgálja a baleset okát és annak körülményeit. Bár létezik prevenciós módszer, évente több mint 400 nő hal meg olyan betegségben, amely megelőzhető lenne. Éppen ezért minden év 3. hetében a HPV elleni védőoltás és a rendszeres szűrések fontosságára hívja fel a figyelmet az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét. A rózsaszín és májvaszínű gyöngyök országszerte a HPV elleni küzdelmet szimbolizálják, hiszen több mint 90%-át ez a vírus okozza a méhnyakráknak. 2020-ban Európán belül Magyarországon volt a legmagasabb a daganatos megbetegedések, illetve a daganatos betegségek okozta halálozások száma.
A nők esetében az emlődaganat és a ményakrák okozta halálozás vezető helyen van, pedig létezik prevenciós módszer. Az elsődleges prevenciós módszerünk az a védőoltás, annak a felvétele, a másodlagos megelőzési módszerünk pedig a szűrővizsgálat. A szűrővizsgálatnak pedig az a célja, hogy már a preklinikai szakban, amikor a betegség még tüneteket nem okoz, akkor felismerhetővé váljon az esetleges elváltozás. Ez még ilyenkor nem megbetegedés, hanem egy megelőző állapot, és így a terápiás lehetőségek aránya javuljon, illetve elkerülhetőbb legyenek a súlyosabb elváltozások. A szűrővizsgálatok ritka látogatása, az egészségtelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód mind rizikófaktort jelölnek és hozzájárulnak a magas megbetegedési arányhoz. Az Európai Ményakrák Megelőzési Hét célja, hogy ne legyen tabu a szűrés. Ami egy kicsit intimebb dolog, arról nem beszélünk, vagy sokan úgy állnak hozzá, hogy vele ez nem történhet meg, és egy ilyen tabu témaként kezeli ezt az egész szűrővizsgálatot, illetve sokan vannak úgy vele, hogy majd akkor jelentkezik, amikor már valamilyen tünetet észlel magán, de a tünetek azok sajnos nem az elváltozás kezdetén szoktak jelentkezni, hanem már, hogyha fennáll a megbetegedés, olyan tünet lehet például a fogyás, tehát testsúlycsökkenés, egy rendszertelen havivérzés, vagy pedig a hasi fájdalom. A minél magasabb átszűrtségi arány érdekében már védőnő által végzett alapellátás keretén belül is elérhető a szűrővizsgálat. Hazánkban a 7. osztályos lányok és fiúk számára térítésmentesen és önkéntesen vehető igénybe a HPV elleni védőoltás. 500 doboz cigarettát rejtett az a fekete táska, amelyet a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei egy személyvonat átvizsgálásakor találtak Záhonynál. Ukrajna felől érkezett az a vonat, amelyen a NAV munkatársai vámellenőrzést tartottak. A tételes vizsgálaton a mozdony valamennyi gyári üregét, beleértve a kulcssal zárható tároló rekeszeket is ellenőrizték, így bukkantak arra a gazdátlan fekete táskára, amelyben elrejtve 500 doboz cigaretta lapult. A csaknem 1 millió forint értékű magyar zárjegy nélküli dohányárut lefoglalták, és ismeretlen személy ellen költségvetési csalás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárást indítottak. Télen is folyamatosan dolgoznak a Nyírvévé műhelyeiben, új padokat készítenek, melyeket a tavasz kezdetére Nyíregyháza közterületeire helyeznek ki. Egy részük új helyszínekre kerül, más részük a korábban elhasználódott, megrongálódott kültéri padok helyén várja a megpihenni vágyókat. Buzgón készülnek a Nyírvévé Nonprofit Kft. Műhelyében a tavaszi időszakra. A szakemberek új háttámláspadokat készítenek, melyek a jó időbe köszöntével a vármegyeszékhely közterületeit fogják díszíteni. Emellett a tárolásra begyűjtött utcabútorok karbantartását és felújítását is ütemezetten végzik. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Dolgozói télen sem tétlenkednek. Itt ebben a műhelyben történnek a köztetteken lévő padok és szelencéknek a javítása, új padok, illetve új fémbetétek gyártása a szelencékbe. Nyíregyházán ugye közel 1800 pad és 2200 szelence található, amely a társaságunk kezelésében van. Ezeket folyamatosan próbáljuk cserélni, újítani, illetve javítani. Téli időszak erre alkalmas, hogy ezeket a munkálatokat a kollégák el tudják végezni. Az elkészült padokat a Dózsa-György és az Zrínyi Ilona utca környékén találhatják majd meg a városlakók. A hulladékgyűjtő szelencékhez is készülnek az új fémbetétek, melyek segítségével könnyen, hatékonyan és higiénikusan lehet üríteni és tisztán tartani azokat. Ezek a tavaly felújított Zrínyi Ilona utcai sávház előtti területre és több új helyszínre kerülnek majd. A Dózsa-György utcai sétáló utcában található hulladékgyűjtő edények bekerülnek bele, és nyilván ez a kollégák, akiknek a feladatuk ezeknek az ürítése, ők csak egyszerűen kiemelik a szelencéből, kiürítik a zsákba, és visszahelyezik, és akkor továbbra is újra használható. A jó idő beköszöntével az összes behozott pad és szelence kikerül a közterületekre. Május környékén pedig a leánderek is elfoglalják méltó helyüket. Az április végi május elejé tervek között a szökőkutak beindítása is szerepel.
Tiszabezdédről és Kászonból is érkeztek hagyományőrző csoportok a jubileumi 10. panyolai farsangra. A jó idő pedig sok látogatót vonzott a településre, hogy megnézzék, milyen egy autentikus télűzés a szabolcsi községben. Itt a pulyaszedő! Itt a pulyaszedő! Van-e pulyaeladó? Van-e rongypulya? Dolgozott a pulyaszedő szombaton, a 10. panyolai farsangon, kereste a rossz gyerekeket. De nem csak az ő alakja elengedhetetlen a rendezvényről, a cigány asszony épp oly fontos a maga portékájával. Doktor úr, jöjjön csak nekem! Adok egy kis paraszolvenciát! Panyolán minden évben igyekeznek feleleveníteni és megőrizni a régi idők népszokásait és hagyományait, ahogy nagyanyáink falun igyekeztek előzni a telet. Ahány hely, annyi szokás, ezt a sokszínűséget pedig egyre több településről hozzák el ilyenkor Panyolára. A felvonuláson nagyon sok csoport érkezett, a legtávolabbról Kászomból, Nagy Kászomból, a Csiki medencéből érkeztek, és egyébként innen a szomszédos településekről is jöttek. Ennek az a lényege, hogy ilyenkor egy napra, farsang idején összeverbuválódjunk, egy közösséget alakítsunk ki, és mutassuk meg, hogy van a közösségnek ereje. Egyébként az újdonság az lesz, ami előtt állunk, pont egy nagy mágiát is raktunk, a végén elégetjük a telet. Hát úgy tűnik, hogy egyelőre velünk van az úr, hiszen nagyon jó idő mutatkozik. A tánc és muzsika szó mellett nem hiányozhattak a finom ételek és italok sem a hagyományőrző farsangról. Volt szilvapálinka, szabolcsi apró töltött káposzta és rengeteg toros káposzta. Csütörtökön volt egy disznótort tartott a hivatalunk, és az tulajdonképpen annak a húsanyagát dolgoztuk fel, úgyhogy hurka kolbász természetesen, de lesz tepertő, de lesz egyébként töltött káposzta, ami a Szatmárban az elkerülhetetlen, és ez egy nagyon tradicionális étel, ugyanakkor babgulyás is. Farsang van most, kérem, nem is akármi más. Szaladjatok, fiúk, szaladjatok, lányok, gyorsan az életbe, hogy a halál ne üljön soha a keblünkre. Amen. Vereséggel kezdte a tavaszi szezont a kisvárdai futballcsapat. Feckó Tamás együttese az NBA 18. fordulójában hazai pályán 3-1-re kapott ki a Ferencvárostól. A tabella utolsó helyén álló Kisvárda szerdán a harmadik helyezett Fehérvár FC-t fogadja. Megszerezte 6. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese az amatőr NB1 fehér csoportjában a Zalaegerszeget fogadta, és 81-74-re verte ellenfelét. A tabella 5. helyén álló NKS vasárnap a 4. Zalaegerszeghez látogat. Az 5. fordulóból elhalasztott mérkőzés első negyede szorosan alakult, 10 perc játék után 2 ponttal vezetett a házigazda. A második játékrészben újabb 4 pontot tett hozzá előnyéhez az NKS. Fordulás után 15 pont fölé kúszott a különbség, a Zalaegerszeg azonban nem adta fel. A negyedik negyedben 5 pontra zárkóztak fel a vendégek, közelebb azonban nem tudtak kerülni a kosárcsulihoz, így Farkasinszki Gyuláni együttese 6. bajnoki győzelmét könyvelhette el. Nagyon sok hibával játszottunk, többel is, mint amivel kellett volna. Sajnos nem tudtuk megoldani a kinti 3 pontos dobásoknak a védését. Van egy hetünk, a következő hétre megpróbáljuk ezt megoldani. Az az igazság, hogy néha nekünk is meg kellett volna próbálni alkalmazkodni, hogy mikor, milyen fújást fogunk kapni. Tehát nagyon nehéz volt alkalmazkodni ahhoz, hogy most ez fault vagy nem fault. Az a baj, hogy a centerünk, a Dorina már az első negyedben 4 fault-tal küzdött, és innentől kezdve muszáj volt a másik kettőt szerintem inkább túljátszatni, és ezáltal azért a végére ott voltak a fáradtságok, és benne voltak a hibázási lehetőségek. Még mindig azon kell dolgozunk, hogy keményebbek és agresszívabbak legyünk védekezésben. Ettől függetlenül nagyon büszke vagyok a lányokra, mert sikerült egy jó Zalaegerszeget megvenni, ami úgy gondolom, hogy a végső elszámolásnál még nagyon jól jöhet. Farkasinszki orsolya 10 ponttal és 6 lepattanóval járult hozzá csapat a győzelméhez. Korábban az aktív játéktól visszavonuló, edzőként dolgozó center a sok hiányzó miatt ért vissza a pályára.
Sajnos a mai fiatalok nem nagyon hajlandóak már kosárlabdázni, akár a tanulmányok, akár esetleg ugye munka mellett, tényleg nagyon sokan hagyják abba, illetve ugye akik nálunk kosárlabdáznak, ők Budapestre tanulnak tovább, nyilván utána ott is helyezkednek el. Úgyhogy felmerült a kérdés, hogy mi lenne, ha esetleg ötöt ellen tudnának gyakorolni a lányok, itt maradnék az edzésem után keddenként, mondtam, hogy jó, persze, hát egy bábunál többet mozgok. Na hát ebből az lett, hogy akkor a hetek folyamán szépen haladtunk előre. Hát akkor csinálják már egy sportorvosit, esetleg leülök a padra. Na ebből az lett, hogy már pályán is voltam. A nyíregyházi csapat legeredményesebb játékosa ezúttal is Dobó Lilla volt, aki 40 percet játszva 18 pontot szerzett, leszedett 9 lepattanót és kiosztott 11 gólpaszt. A szerdán az U18-as válogatott edzőtáborába utazó kosaras szerint fontos győzelmet arattak. A csapat hullámzóan teljesített, az első fél időben nagyon sok kiadott egyszerünk volt. A második fél időre próbáltuk összeszedni magunkat, minél nagyobb vágy volt bennünk, hogy legyőzzük az Alágerszeget, hiszen a legjobb hatba szeretnénk maradni. Ahhoz ez a győzelem szükséges volt, és még az Alágerszegen is megpróbáljuk újra megtenni. A fehér csoport tabellájának élén a Zsíros Akadémia Kőbánya áll 9 győzelemmel és 3 vereséggel. A 6-4-es mérleggel 5. Nyíregyháza vasárnap a 7-4-jel 4. Zalaegerszeg otthonába látogat. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Új bölcsődét adtak át Kölcsén, a 2 csoportszobás épületben 24 férőhely áll rendelkezésre. A fejlesztéssel a 3 év alatti gyermekek közel 70%-ának biztosított a bölcsődei ellátás a településen. Az átadáson elhangzott, az elmúlt 13 évben hazánkban duplájára nőtt a bölcsődei férőhelyek száma. A Magyar Falu programnak köszönhetően új eszközökkel gazdagodott a rakamazi idősek otthona. A beruházás célja, hogy higiénikusabb és így biztonságosabb környezetet teremtsenek az ott lakóknak. A tervek szerint a következő lépés az Aranyévek Szociális Gondozási Központ szerkezeti felújítása lesz. A hagyomány szerint minden év 3. hete az Európai Méhnyakrák megelőzési hét. A kampány hét során a Debreceni Egyetem egészségügyi karának oktatói és hallgatói gyöngyöt fűznek, kiállva ezzel betegnőtársaik mellett, felhívva a figyelmet a szűrés fontosságára. Február 5-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd. Nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra! Kedden napos idő várható, inkább csak fátyol felhők szűrhetik a napsütés, csapadék nem lesz. A nyugati irányú szél az északi-északkeleti tájakon megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 14 fok között várható.